Mindenképpen a hazai piac lesz a legfontosabb a pénteki kereskedésben, hiszen csütörtökön elpattant egy húr, nem csak a forint került 3 hetes mélypontra, de a kötvénypiacon is meredek hozamemelkedés zajlott tegnap. Arra számítunk, hogy a negyedév utolsó napján ennek a visszatesztelése zajlik majd, tehát az euróforint árfolyam ismét elindulhat a 290-es szintek felé, vagyis forint vételt javaslunk a mai napon, de a részvénypiacon itthon is látunk esélyt némi felívelésre. Bár az OTP tegnap rendkívül erősnek mutatkozott a régióban, azért nem lennék meglepve, ha ma ismét tudna menetelni fölfelé. Külföldön érdekességet igazából szintén negyedév utolsó napja jelent. Tegnap napközben mind az európai, mind az amerikai börzén volt egy elég komoly radói nyomás, de a tengeren túlon a nap végére visszakanyarodtak az indexek. Ennek fényében az európai börzén ma szintén arra számítunk, hogy fölfelé veszik az irányt a mutatók. Kiemelnénk egy részvényt, a Research in Motion nevezeti társaságot, ami a BlackBerry okostelefonokat gyártja, hiszen tegnap késő esti gyors jelentése borzalmas lett, katasztrofális számokat mutatott be a vállalat, és a menedzsment a nagy része le is mondott tegnap, de ez az elmúlt hetek, hónapok árfolyam alakulását tekintve minket arra sarkal, hogy elkezdjük gyűjtögetni a részvényeket, hiszen a szabadalmi jogok és egyéb okosságok miatt mindenképpen jó vételnek tűnik a részvény.